A zöld munkacsoport tagjai helyeztek el elsőként elhasznált sütőolajat ebben a 800 liter űrtartalmú gyűjtőedényben. A Körte utcán kívül még további 10 közterületen látható majd a könnyen felismerhető tároló. A Cseppet Sem program keretében már az ország számos pontján működött ez a szolgáltatás, amelyhez most a Szabolcsi megye székhelye is csatlakozott. A cél az, hogy a lakosság által elhasznált olajokat és zsiradékokat a lehető legnagyobb százalékban újrahasznosítsák. Ezekben a 800 literes gyűjtőedényekben lezárt csomagolásban, tehát nem öntve kell behelyezni az anyagokat. Ez lehet használt sütőolaj, sütőzsiradék, kókuszolaj, pálmaolaj, vaj, illetve margarin. A gyűjtőedények olyan elektronikus figyelőrendszerrel vannak ellátva, amelyek a központunk felé továbbítják a telítettségi szintet, így a gyűjtőedény megtelte előtt tudjuk cserélni az edényzetet. Az összegyűjtött anyagot a törökbálinti telephelyünkre visszük, ahol átszűrés után az accot biogázüzembe továbbítjuk, a folyékony anyagot pedig biodízel alapanyagként hasznosítják a későbbiekben. Úrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, a városvezetés nem csak a zöld felületek növelésével szeretne hozzájárulni a környezet kíméléshez, hanem hasonló kezdeményezésekkel a lakosság figyelmét is szeretnék felhívni ennek jelentőségére. Fontos az, hogy ne csak a felszíni környezet legyen tiszta, hanem a csatornák is tiszták legyenek és tiszták maradjanak. Ne képződjön a csatornába olyan dugulás, amelyet mondjuk a zsírlerakódás hosszú éveken keresztül azért el tud végezni, amely aztán azt eredményezi, hogy nagyobb esőnél a csapadékvíz az elönti itt mondjuk ezt a Körte utcai helyet. Úgyhogy ez azért fontos, hogy az embereket egy kicsit környezettudatosabbá is próbáljuk folytatni. Ebben volt segítségünkre nyilván a Cseppet Sem programot vezető cég, illetve a Zöld Akciócsoport. A Cseppet Sem program gyűjtőedényeit a Körte, a Józsa András, az Ószőlő, a Stadion, a Szántó Kovács János és a Váci Mihály utcán, a Korányi Frigyes közben, a Fazekas János téren, a Széna téren, valamint a Búzatéri piacon helyezték ki.